Az iskolánkban egy jól szervezett maffia működik, ami szolgáltatásokat nyújt a diákoknak és tanároknak egyaránt. A bűnszövetkezet már harmadik éve létezik, de az utóbbi időben tevékenysége félelmetes méreteket öltött. A gondtalan és túlnyugtatózott tanárok mellett a diákokat nem fenyegeti a lebukás veszélye sem. A maffia fejének kiléte ismeretlen. Ezért az igazgató kiválasztott egy diákot, aki elég bátor, erős és okos. Marci, menj már innen! Ahhoz, hogy képes legyen elkapni a maffia rejtélyes vezérét. Így tehát Mark kapja ezt a veszélyes és nehéz feladatot. Mark csapatot szervez maga mellé. A csapat tagjai. Csányi László, az ész. Süle Margit, az erő. Marci. Marci. És beépített embereik segítségével megkezdődik a nyomozás. Mark, bízom benned. Vidd magaddal a bizalmasomat. Ajaj. Aha. Várni, meg tudnám mondani, ki írta ezt? Azt nem tudom, ki írta. De hogy meg fog bukni, az biztos. Én? Keressünk újra hivatot. Tudom, ki a tettes. Állod elég, aki a főrő! Ezt úgy sem fogják megúszni. Nem pofázol! Na csícsed egy kis odád nagyon gyorsan! Most tudom, miről beszél. Beállt a hangot! Mi lesz már? Beszélsz végre? Soha! Ezt majd meglátjuk! Ne! Elmondod én! Vagy... Ne! Elmondok mindent! Keressék a nagyot! Harminc. Igaz? Nem. Mellette. Akkor két ládával. A jövő hétre. Rendben. Itt a kiallgatás nem segít szerintem. Igazad van. Más módszerrel. Raboljuk el a kutyáját! És együk meg. Nem elég jó. Raboljuk el az anyját. Akkor azt tegyük meg. Nem. Raboljuk el az anyját, és etessük meg a kutyájával. Ne! Raboljuk el azt! Prüncsőke! Hol van Prüncsőke? Úristen! Mit csináltak veled? Drága Prüncsőkém! A parkolóban. Hozzátok. A maffia neve nem más, mint... Ehhez mi kevesek vagyunk. Segítséget kell hívni. Hol a belépőjük? Van maguknak ahhoz engedélyük? Ide bele!
tartóztatva? Állj! Állj! Kezeket fel! Kezeket fel! Ne! Kezeket fel! Hátra arc! Fekvés! Én? Ott van! Meg vagy végre! Gyere csak! Gyere te! Én nem kerik az. Ez az! Mi lesz velem puska nélkül? Meg fogok bukni! És honnan szerzek igazolásokat? Nem kell aggódni. Te voltál a kiválasztott! Az volt a feladatod, hogy elpusztítsd a szervezetet és ne az élére állj! Egyensúlyt kellett volna hoznod az iskolába, nem a sötétségbe taszítani!